csodálatokat. Következő felvételünket ismerhetik már. Én a 2014-es motorversenyt találkoztam vele először. Hát nagyon szimpatikus hölgy, a hangja is nagyon tetszett. Aztán én elhívtam Jánosnak a munkatársamat az elsőre. Aztán egy kicsit magasabb, fényesebb karriert futott, de a barátságunkat nem tagadta meg. És amikor kerestem, hogy jöjjön el hozzánk énekelni, szerintem szívesen mondott igent, és egy hallgassával szeretettel Murvai Julianát. Thank you.
nem véletlen választottam, szerintem a szép hangja már jól énekel. Látásul csinos is így vagy, ez sem túlsó dolog, már csak férfiak lennék ilyen szépek, mint az ének. Nóta is nekem, akármikor szerveztem, Tócsai Ápi bácsi nélkül ritkán szoktak megvalósulni, és most is ragaszkodtam hozzá, hogy egy-két nótát osszon meg velünk. Túl van egy fiatalító műtétem, valahol fortéz is tettek, aminek jó működik, annak nem kellett hozzányúlni, úgyhogy Ápi bácsi légy szíves, gyere fel. És közben kérdezem a zenekart, hogy a hangosítással, inkább most ez egyszer csak egy majd esetleg. Engedő nem a bévet egy. Hallod? Nem lehet hallani, hát sem valami. Pont hallani, nem vagyok. Thank you.
és nem szeretném az elegok, de hogy megszűnjön, és akkor nem tudom őket bemutatni, tehát mindenképpen szeretném őket bemutatni, lehet, hogy lennék kérném segítségén, az biztos, hogy nem vele fogok kezdeni. Itt a barátok a címkodnál Suki vagy, és vigyázzon el. Hát, mondja meg, hogy a Ferit mutassam, hát kifogástól egy János Ferit származást, csak muszáj lenni neki megköszönni azt, hogy ez a nagy szerszámmal mindenütt ott van. Nagyon rendes családban, tisztelem a fiát, feleségét. Thank you.
szól a szerelemről, hát meg csalódásos szerelemről is. Fogadják sok szeretettel. Thank you.
Nagyon szépen köszönjük. Úgy gondolom, ebben a klavinét az egy nagy feladat, az volt komolyan. Erős Covid-teszt kell hozzá, hogy valaki ezt végig tudja, hogy így gratulálok. Nagyon szépen köszönjük. És akkor kérem szépen, aki az első orvos jön, ismét vezetünk a büszkeséget, Petrovszky Csaba, hallgassuk meg azt kérjük második volt a viselet. Dulmi vagy,
Yeah.
Petrózki Sabát hallották, maga biztos. Megegyeztünk, hogy ne beszéljen többet, mint én, de nem bírja megállni. Hát ha többet énekel, többet is beszél. Az nem baj. Hát igazából én már nem is nagyon akarok énekelni, de van egy sztár vendégünk, hogyha még elnézi nekem, vagy egy pár dalt megosztak önökkel. A zenekar már tudom, főleg Endre eszkett tőle, mert én ilyenkor már fáradt a hangom. Hát fáradt hangon is megpróbálom elénekelni azt, amit maguknak önöknek meg akarok osztani.
akkor megkérném azt a művészét, akinek a találkozásunk, hát mindig érdekes. Csak egy telefon volt Tisza Dersehol, vagy ott volt Gőzeszt, és mondja, hát ki van itt? Hú, ki van itt? Hallottam Kalin, elég láttam már tévében Dózs Petivel énekelni. Hát mondom, lehet, hogy mindig is tudjuk lenni Dózs Peti, de hát nem tudjuk még kipróbálni. Hát most akkor megnézzük, hogy ő egyedül Dózs Péter nélkül milyen. Elfogadta a meghívást. Nagy szeretettel köszöntöm Kalin Enikőt, János Hidán, itt a mi színpadunk, hogy Enikő drága, nagyon kedves, és adom a műsorokat. Nagy szeretettel várom. Köszönöm a felcsönöm. Oh,
Köszönjük szépen! Most hangzemet és prímást váltok. Thank you.
Barátaim, tudnak önök titkot tartani? Ajaj! Így elrontják az én, amivel készültem. Hát, ha azt mondják, hogy tudnak, akkor elárulok önöknek egy titkot. Akkor igen? Akkor menjen. Van nekem szerető egy nehány. Yeah.
És egy olyan dallammal szeretnék elbúcsúzni, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos minden körülmények között. Holnap anyák napja, én nem hoztam anyás dalt, nótát, viszont hoztam egy olyat, ami a szeretetről, az egymás mellett békében élésről szól, és azt kívánom mindenkinek, fogadjuk meg, amit a dal mond és ír, és szeressük egymást, gyerekek. Én nem érdemlem meg, a közönség megérdemli áll a jó Istennek, hogy vannak, tehát mindenképpen kell. Szőlős is annyira köszönösségben a dekorációnak, a plakát hirdetésbe, Zongori Józsinak, hát itt ugye mindig a hangosítás, az kapott híneket, veleget. Nagyon szépen köszönöm az áldozatos munkáját, biztos, hogy fontos Varga Antalnak azt a reklám tevékenységet, amit csinál körbe a járságon, mert lehet, hogy nélkül kevesebben jöttünk volna. Tiszadásnak és polgármesternek a támogatását, kitartását, hogy biztosított az utazást, és népet tényleg nem is tudom, hogy vagy még Bilát szeretném a polgármesternek felkérni, hogy jöjjön fel a színpadra egy pár mondatot, szóljon a kedves közönséghez. Én addig megpróbálok egy kis ajándékot hozni, összeszedni és adni. Az egyik támogató a... A Tóni Gravér, a vejem nem jutott eszébe, lehet azt mondani, hogy csinált egy kis kedves ajándékot, azt szeretném minden fellépőnek és énekesnek vagy művészőnek odaadni.
A finálénál lesz egy dolog, azt majd közösen fogjuk elénekelni, de addig engedjék már meg, hogy én ezt szívosszom a dolgokat is, mert ki a polgármesterségot, hogy egy pár gondolatot mondjam, szóljon önökhöz. Szerintem nagy érték, mindenképpen köszönöm még egyet mindenkinek, minden művésznek, fellépőnek, sok egyáltalán szeretnék. És azokon az esteken mindig ezzel a dallal szoktak zárni.
Én úgy gondolom, hogy János Hidára nagyon ráfér ez a dal, úgyhogy jó, hogy most elhangzott, mert bízom benne, hogy ez egy jó apropója annak, hogy a világtalálkozóra együtt készüljünk, és a világtalálkozóra is szeressük egymást, és próbáljunk meg békében és egységben élni itt a településen. Ezt szeretném kívánni mindannyiunknak, és még egyszer várunk mindenkit nagyon nagy szeretettel, és ezzel együtt pedig a holnapi napra Isten éltessen minden édesanyját is. Köszönöm szépen, hogy én is itt lehettem. Gratulálunk a fellépőknek ismételten, és köszönjük az estet. Köszönöm, attól gondolkodtam, hogy a támogatók és akik segítettek a munkát, kihagytam be valakit. Lehet, hogy nem, de mégis egy dolog eszembe jutott, nagy tisztelettel szeretnék köszönteni a jelenlegi JASZ kapitányt és kedves feleségét, Nemes Józsit, akik JASZ kísérőt voltak, olyan kedvesen eljöttek, és mindig támogatják a munkát, és azt gondolom, hogy az erős tisztelet a méltó. Én szeretnék mindenkit köszönteni, de azért azt mégsem, úgyhogy zárszóként hallgassuk meg a fináléval, és utána mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát és jó utat hazafelé. Elég jó, légy szíves. Köszönjük, hogy jöttek!